ki van a kedves nézőim! Ma megint ilyen hülye dolgokról fogunk beszélni, mint ezelőtt. Hát az előző részben ugye az ittosakról beszéltünk, hát folytassuk is. Maga szerint mit tenne egy ember, ha például egy részeggel találkozna szembe? Hát, mivel én beszélek most. De beszélek. A kisegítőtársam fog beszélni. Tehát a kisegítő. Na, beszélj! Jó. Akkor először is egyet kérdeznék. Mikor fogadtunk? Mikor fogadtunk egy ilyen videót? Nem tudom, nem ide. Hát szerintem igazából azt tenné, hogy igazából egy osztálytársam, vagy igazából egy ismerősöm, aki az apukája találkozott egy részeggel, aki oda szart az ajtóba, és kétszer rákiabált, hogy vegyél be, hogy fejezze már be, és másokára fejezte be. Hát ez egy kicsit ciki, de igazából ilyenről tudok csak. És még egy másik van, amikor egy részeg, ugye, kim van az utcán, akkor hát persze egy hülye, de annyira azért nem, hogy fejelgeti az osztályt. Meg azért egy olyan hülye részeget, hogy megy a bicikli, hogy ott áll a út közepén, ezt most a videós mesélte, aki videózott, ott áll az út közepén, és előtti a pocsi, olyan hülye, de legyen. Na mindegy, és akkor várjuk a válaszokat, hogy maga mit tenni, hogy kint van egy részeg az utcán? A. Elfutna. B. Megmondaná neki, hogy fejezze be a hülyeséget. C. Otthagyná. C. Otthagyná. Nem a C. A C már az A volt, az, hogy elmenne. C. Veszekedne vele. De akkor most azt hiszem a C, hogy akkor otthagyná. És ezeket írják le a leírásba, és várjuk a jó válaszokat. Ha amire gondoltam, és benn van az agyamba, az lesz, arra odaírom, hogy... Nagyon jó. Jó, a válasz tényleg odaírom, hogy nagyon jó. Na, de még elköszönöm. Farkas Szabocs voltam. Én Novári Luca voltam. Videóztam. Mihály voltam. Nem is Mihály, nem csak gamer a passzol.